Ma kezdődik az árfolyam rögzítés, ma lehet belépni ebbe a programba. Szerintem mindenképpen érdemes átgondolni annak, aki be akar lépni ebbe, hiszen vannak alternatívák is, nem csak ez az egy mód van arra, hogy valaki kisebbítse vagy csökkentse a törlesztő részletét. Érdemes konzultálni a bankoddal, vagy esetleg egy-két évet átfészelni alacsonyabb törlesztő részlettel, vagy meghosszabbítani a futamidőt. Nem kell feltétlenül automatikusan ebbe az állami árfolyamrögzítő programba belépni. Hiszen ugye könnyen lát, hogy nem is tart olyan sokáig a svájci frank erősödése, tehát hogy még egy évet kell így kihúznunk, aztán visszakorrigálom, hogy az árfolyam a 2.10-2.20-as árfolyam közelében. Tehát az előtörlesztésnek csak akkor látom értelmét ebben az időszakban, hogyha nem tud ennél jobb befektetést eszközölni, nem hajlandó esetleg lekötött betétbe, kötvényekbe áramoltatni ezeket az összegeket, vagy nem hajlandó kockáztatni a tőzsdéken. Aki inkább az utóbbiakat favorizálná, annak érdemes kivárni egyelőre az előtörlesztéssel. Ráadásul még azért arra számítunk, hogy csökken a svájci forint árfolyam, tehát a későbbiekben valószínűleg jobb kondíciókkal lehet ugyanezt megtenni. Exakt értéket nem szeretnék mondani, de 2.10-2.20 környékén már megfontolandó annak, aki nem akar tovább izgulni a svájci forint árfolyam alakulásán, hogy lezárja ezt a svájci frank hitelt.